Van egy elmélet a politikai kultúráról, amit én nagyon-nagyon érdekesnek tartok, és elég sokat szoktam gondolkodni rajta, hogy ez arról szól, hogy milyen fajta politikai kultúrájú államok léteznek, és szerintem nagyon érdekes, előre vihet minket, hogyha tényleg belegondolunk abba, hogy vajon Magyarországon a különböző kategóriák közül melyikbe esik a politikai kultúra, illetve általában az emberek mit képzelnek, milyen a magyar politikai kultúra. És arra gondoltam, hogy akkor csinálok erről egy videót, mert egyébként nagyon sokat tanulhatunk általában ezekből a tipizálásokból, és abból, hogyha mondjuk beosztogatják, hogy milyen politikai kultúrájú államok vannak, és vajon ezekben az egyes államokban az állampolgárok azok hogyan reflektálnak a politikára, illetve mi a viszonyulásuk általában a politikához és az államhoz. Aha, szóval azt mondják a nagyokosok, hogy már az elején el kéne mondani, hogy lájkolják a videót és iratkozzanak fel a csatornámra. Hát nem tudom. Jó, tehát jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Tehát ez az elmélet, amin gondolkoztam, ez ugye a Gabriel Olmond, illetve a Sidney Verbának egy régi könyvében jelenik meg, ez a Civic Culture nevű könyv. Politikai kultúra alatt egész sok tényt értünk, a viszonyulásunkat a politikához, az érzelemvilágunkat, azokat az intézményeket, amiket ezek az egyes államok létrehoznak, egyáltalán az emberek, ahogyan ezekben részt vesznek, stb. Tehát nagyjából van egy ilyen általános mondjuk definíciója, ami mindenfélét tulajdonképpen egybe pakol. Különböző államokat vizsgáltak meg, amik azt mondják, hogy az államok politikai kultúrája az tulajdonképpen három csoportra osztható. Az első, ez a parokiális politikai kultúra, a második, az amik magyarra fordítva alattvalói, illetve a harmadik pedig a résztvevői politikai kultúra. Tehát a különböző államokat vizsgáltak, és azt látták, hogy nagyjából ebbe a három kategóriába sorolhatóak be. Most azt látni kell, hogy persze ez nem azt jelenti, hogy minden ember az illető államban egy csoportba kerülne bele. Na most, hogyha ezek alapján megnézzük, ugye van az első, ez a parokiális, ami arról szól, hogy emberek távolságot tartanak a politikától, úgy nem is nagyon érdeklődnek, nem is nagyon érdekli őket a politika, nem nagyon vesznek részt benne, az emberek meg a politika külön világban élnek, végül is mindegyik csinálja a maga dolgát, megy a politika is egy irányba, úgy nagyjából rendben van, emiatt nem kell vele foglalkozni, és az emberek is tartanak egyfajta távolságot a politikától, és élik a maguk életét attól teljesen függetlenül. Ezek az emberek nem függnek egyébként az államtól, megvan a maguk megélhetése, nem kell folyamatosan azt figyelni, hogy holnap után mit vezetnek be, stb. Tehát van egy ilyen függetlenség. Aztán van a második kategória, ez az alattvalói kategória, ami angolul, ha lehet, még jobb, ez a subject kategória, ami pedig arról szól, hogy az emberek erős függésben vannak egyébként az államtól, ennek megfelelően a politikához való viszonyuk az más, mint az előzőjé, nem ilyen független, nem is nagyon érdekel, hanem az ott el van viszony. Sokkal inkább ők abban élnek, hogy teljesen kiszolgáltatottak, és egyáltalán nem tudják befolyásolni a politikát. Ugye ez az angol kifejezés, ez a subject, ez ha lehet azért jobb szerintem még, mint a magyar alattvalói, mert ugye ezt gyakorlatilag kifejezi, hogy ők tulajdonképpen tárgyak, amik fölött rendelkezik valahol az állam, vagy a párt, vagy bármi, és tulajdonképpen nekik nincsen igazán lényegi befolyásuk arra, hogy a dolgok menete az hogyan zajlik. Pontosabban ők azt gondolják, hogy nincsen igazán befolyásuk, ennek megfelelően szintén passzívak, tehát alapvetően politikailag az előző csoport sem aktív, de a második, ez az alattvalói csoport sem aktív, hiszen nem nagyon látja értelmét, hogy bármiben részt vegyen, hogyha egyszer nem tudja alakítani a politikának a kimenetelét. És akkor van a harmadik csoport, ez pedig a résztvevői csoport, vagy angolul ugye ez a participant csoport, ami pedig arról szól, hogy ennek a tagjai aktívan részt vesznek a politika formálásában, ugye a társadalom tagjai azok azt gondolják, hogy a politika az az övéké is, részt kell venni benne, alakítani kell, és ennek megfelelően hathatnak is arra, hogy mondjuk az állam, a kormányzat milyen szabályokat fogad el. Hogyha Magyarországról gondolkozunk, akkor azt látjuk, hogy
hogy nekem meggyőződésem, hogy az emberek jó része az azt gondolja, hogy ő az első csoportba tartozik. Tehát azt gondolja, hogy tulajdonképpen ő ebbe a parokiális csoportba tartozik, van az állam, a politikusok, ezek mindig hülyék voltak, nem kell velük foglalkozni, végül is én el vagyok itt, én csinálom a magam dolgát, és a politika pedig el van ott, és nekem ebben nem kell részt venni. Hogyha valaki politikáról beszél, akkor már elkezdem a szemem ráncolni, és inkább arrébb megyek. Ez mindig csak a vita tárgya, ugye? Ugye ez egy kicsit a Bill Maherre emlékeztet, ahol egyszer bement a Pitbull nevű zenész, és ugye hát ilyen stúdió beszélgettek, amerikai talk show, és ő azt mondta, hogy számára, a Pitbull azt mondta, hogy számára a politika az tulajdonképpen ilyen politricks, tehát ilyen trükkök halmaza, nem kell vele nagyon foglalkozni, és nekem azért tetszett, ahogyan a Bill Maher leszúrta, mert azt mondta, hogy szerinte így viszont nem lehet normális mondjuk államot építeni. Tehát ha te azt mondod, hogy ott vannak a politikusok, csak trükköznek, én ebben semmit nem akarok vele, akkor így ez gyakorlatilag ne is vár semmit tulajdonképpen az államtól. Na most visszatérve Magyarországra, ugye itt arról van szó, ahogyan mondtam is, az emberek jó része szerintem azt gondolja, hogy a parohiális kategóriába tartozik, vagy legalábbis így gondolkozik, de ehhez képest valójában én azt gondolom, hogy inkább az alattvalói politikai kultúrát testesíti meg. Mire gondolok? Arra, hogy ugye a parokiális esetében van, aki éli a világát, megvan a munkahelye, stb., és alapvetően viszonylag normalizált körülmények vannak, nem az államtól függ. Az alattvalói esetében viszont más a helyzet. Az alattvalói esetében az a helyzet, hogy nagyon is függ az államtól, nem tudja függetleníteni magát az államtól, ráadásul egyébként az állam által elfogadott szabályokra is egyre kevesebb ráhatása van. Mondjunk egy konkrét példát. Például ilyen az egészségügy, nem igaz? Lehet mondani azt, hogy én el vagyok, engem nem érdekel, de gyakorlatilag olyan színvonalú lesz az egészségügy, amilyen. Vagy lehet azt mondani, hogy hát engem nem érdekel az, hogy vannak ezek az ilyen-olyan oligarchák egyébként jobbról-balról, tehát bárhonnan. Nagyon szép, csak az az egy a probléma, hogy egyébként részben ez az egész országnak a fejlődésére kihat. Lehet azt mondani, hogy engem nem érdekel, hogy mit csinálnak, csak aztán megnézhetjük, hogy a gyereked milyen oktatást kap. Hogy mondjuk a gyerekünkre az óvónő az tényleg 80-100 ezer forintokat keres-e, aki vigyáz, és vajon ennyi pénzért ki az, aki elmegy mondjuk óvónőnek, vagy később mondjuk pedagógusnak. Tehát igenis kihat egyébként az emberek életére az, hogy mondjuk milyen kormányzat van, és a kormányzat hogyan gondolkozik. És én azt gondolom, hogy valahol a magyar politikai kultúra sokkal inkább ebbe a subject vagy alattvalói kategóriába tartozik, ami egyébként magát azzal hitegeti, hogy ő tulajdonképpen a parokiális kultúra alá esik, ugye tudattalanul, mert hát persze nem tudják ezt, vagy nem így ilyen formában nem ismerik, mondjuk meg nem elméletekben gondolkodnak, de valahol szerintem ez történik. És szerintem az, hogy magukat ezzel hitegetik, az pontosan azért van, mert így meggyőzik arról, hogy nem kell részt venni semmiben. Úgysem sincs értelme, egyébként ez nem igaz, hiszen a Fidesz is, amikor mondjuk tényleg volt egy netadó, nézzük meg, egész gyorsan visszavettek belőle, hogyha mondjuk 1 millió ember lenne az utcán, akkor azzal tudsz hatni. És ez a nagyon-nagyon érdekes, hogy ez valahol nem jut el, tulajdonképpen ebbe a harmadik fázisba, tehát ebbe a résztvevői demokrácia fázisba. Ugye, amit a Csigó Péterrel beszéltünk annak idején, ide kirakom a videót, az is tulajdonképpen részben erről szól, hogy egyébként az embereket persze sikerült lenevelni is, de elabból is megvolt egyébként egyfajta ilyen bizalmatlanság. És hát ebből eredően, ugye, ha megnézzük, azért az ország jövője az maximum e között a kettő között mozoghat. Hogy ebbe a tartok egy távolságot a politikától, ott vannak a nagy okosok kategóriába esünk-e, vagy abba, hogy mindegy, hogy ki van ott. Ez kihat arra is, hogy egyébként az állam hogyan működik, vagy a politikusok hogyan működnek, kik vesznek részt politikában, kik nem, a politika kiket rekeszt ki, és kiket nem, mit tart elfogadhatónak, vagy mit nem. A társadalmi aktivitás az kihat arra, hogy milyen a politikai kultúra.
És sajnos bizony-bizony, hogyha azt örökítik tovább, hogy ebben ne vegyél részt, ez veszélyes, és egyébként ez tömegessé válik, hiszen azért ennek megvan a maga racionalitása is, amikor emberekre rálegyintenek és ott hagyják, hogy tiltakozzanak, ők egyedül kit érdekelnek. Tehát, hogyha ez tömegessé válik, akkor ebből jön létre az a társadalmi közeg, ami Magyarországon van. Tehát, amit tulajdonképpen azzal takarózik, hogy ő neki meg lenne a választása, de hát ő inkább nem érdeklődik annyira ezek iránt. Köszönöm szépen, csak ezt akartam elmondani, ezzel már nagyon régóta gondolkozom. Tényleg szerintem ez egy súlyos probléma, és egyébként egy picit más világításba helyezi azt is, ami Magyarországon zajlik.